up in Paris. Megörültél, megvadultál, Cilla. Habkorona most nincs a fejemen. Visszatért az öreg Cilla Pestre. Wake me up in Paris. Drága arany, követő rajongó, megörültél, megvadultál. Figyelj már ide! Mindjárt olyat lökök neked ki, hogy megőrülsz, megvadulsz, anyukám. Képzeld el, hogy meg... anyukám besarkolt a Cilla, beninzsásodott és besarkolt tegnap a Cilla, majd mindjárt kilököm, és te ezt látni fogod, adjál még egy kis időt. Nem is ez a lényeg, nem evig. Á, arany, tudod, mi vagyok aranyba. Képzeld el, ha, millió az ügy, ne nézz a kupit, anyukám, úgy szerint meg milyen ló ez van. Figyelj ide! Képzeld el, hogy 5 év után, après 5 ans, after 5 years, depois 5 años, tudod ki jött vissza? A Titkos Victoria. A Titkos Vikék visszatértek anyukám a színpadra, Victoria's Secret Show. Nem is értem, miért hagyták abba. Már azt gondolták, hogy spórolatnak egy kis lovettát, és ugyanúgy megy a bot. No, padütú, nem ment ugyanúgy a bot, érted? A image-nek taka lett, mert beszüntették, érted, a nagy puposó. De! Par contre, ce que je voulais te dire, attends, écoute-moi. Figure-toi, tudod, mi történt? Anyukám most... olvad le a habkorona, anyukám, vigyázz. Fáradt testem, előbukkan a hab mögül. Yeah, idegbe lesz-e. Nem ez a lényeg. Képzeld el, hogy most már van benne egy Alex nevű gender. Nyitjon mindjárt le fóliát, ráúrja a fóliát. Van benne az Ashley Graham, aki oversize-as, anyukám, tehát most már izé húsziszoki csajok is vannak benne, akkor pimpilimpis nők is vannak benne, érted? Gender van benne, Alex. És benne van a Palvin Barbara, a szupermodell Heidi Klumba. Benne van, érted? Akkor a Bella Hadid is benne van, szóval... Indult a szó újra, Victoria's Secret is back, you should know that. Na, de hát mibe? Ja, hiába vagyok aranyban, anyukám, most olvastam, anyukám, elvette, már gyűrű van a nő ujján, Szoboszlai Dominika, azt hitted, van esélyed, no, szájészé, fini taka, elvette a kislányt a Dominikért, azt hiszem Borkának hívják a kislányt, érted? Úgyhogy már van ideges vagyok a véget is, úgyhogy az a vonat elment, Lölő is elment, Dominiknak is taka. Hát anyukám, hát nem tudom, mi lesz velünk. Hát maradunk habkoronába elegált. Így, mert már nekünk csak a tartás és a méltóság marad. Ezt kell gondolnod. Azon kívül kézeld el más hír, otrősóz. Uda. Várjál legyen. Várjál legyen. Okoltam az e-mail, habkorona leesett édes szemát, a Cillát akard el piszkos párnáidat. Na hát akkor, de remekül nézel ki. Ja, és kezeld el a One Direction énekes anyukám kidobta magát az erkéről Argentinába. Úgyhogy Liamnek szájé, Isten nyugasztalja, meghalt, érted, egy fiatal. Állítanak be, és fogta magát, hogy bedrogilolt, érted, meg izé, bepiált. Mert azt találtak neki a szervezetében. Te, azt nem tudom, hogy láttatál 300-at? Így nézett ki Darius király, tudod, aki ellen a görög kani küzdött, érted? A perzsa herceg ugye be volt aranyozva ugyanígy, mint jó magam. Csak neki lehet, hogy nem volt ilyen rúzsaszál, de volt neki. Mert tudod, kire gondolok a 300-ból? Azt anyukám, a Darius vagy, hogy hívtak? Dvorzsák, nem tudom, ismered-e. Igen, az anyukám, Dvorzsák, kis szlovák zeneszerző Kani. Ő szerezte a világszimfóniát, meg ezek. Nem ismered? Ne idegesítsé, már Dvorzsákot tudnod kell. Na mindegy... Tényleg, nem Darius királynak hív, de Dariusnak vagy, azt hiszem, annak, mit tudom én. Mindegy, aranyba volt ő is, aranyba volt, most meg tak a Szombathelyre. De figyeljé, mert besárkollak, benincsállak. Drága követő rajongó, olyan idegben vagyok, hogy nem, még ez partit adok, jönnek fiúk, pakoljatok, partit adok, megmondom neked őszintén, éppen hogy csak lepattantam a repülőgépre, igen, Cilla már menetben van, hát azért vagyok robó. Fú, milyen... Ha most nézem, hogy hova fogok férhez menni, ha még van rá lehetőség. Nézd, nézd,
Hát ide fogok férhez menni. Még a férjet ezt nem ismerjük, megmondom neked nagyon őszintén, de majd megjön a szerelem, ahogy mondták annak irány. Na most ide figyeljétek én rám. A következő van, a Cilla megérkezett, becsempésztem egy-két izét, ninját meg sarkot. Becsempésztem a retikülőmbe, ugye megmutatom, és most be fogom ezt neked mutatni. Halál, te megőrülsz, megvadulsz. Halál elő, fűre lépni tilos. Várjál, sutyiba. Nem mondj senkinek. Han, ideges vagyok, érted? Most mindent meg kell szerveznem. Egy előkelő pártit ad a Cilla, nézd meg. Már meg is hozták. Nézd, ezek voltak a retikülőmbe. A néhány fontos doboz, érted? És aztán, mi lesz most? Ja, meg akarom prezentálni, érted, hogy mindenki tudjon erről. Nagyon előkelő, most ahhoz, hogy te ezzel tisztában legyél, most gyere, végig megyünk a házon, hogy hogy fogunk kinézni. Fú, nagyon előkelő. Gyere, megmutatom, ezt látnod kell. Nézzek, anyukám, megy a prezentáció, ilyen fakkos, nézzek, mondtam, hogy behozom. Te, én amikor tegnap előtt erre ráröpültem, tudtam, hogy én ezt, nézzek, hát ez volt a bőröndömben, mi máshoz szedtem volna egy jó kis pizzasütő, mindenféle, ez a ninja, de a ninja mellett érte. Nézzek, ez a kézipodjásba is elfért, simán, egyébként majdnem, hogy belefér, kapaszkodjál meg. Sarkok is vannak, ez a shark. Nézzek. És most végig megyünk itt a partin. Ez Air Purify. Nézzek, ninja kés. Hát tudod, hogy honnan jön a ninja? Hát a halál előkelő késekről. És azt hiszem, hogy ez meg is élezi. Nézzek, ez meg... Hallod, ez meg éles. Késélezővel van. Várja, nem tudom. Majd azt mondja, stay sharp. Hát jó. Igen, jó. Megjöttek a ízék. Megjött a vízforraló. Megjött a... Hajszárító. Nézd, engem fokozta a hajszárító. Hát lesz egy fodrász. Érted? Hát én meg fodrászt is beintéztem neked, kapaszkodjál meg. Jó, cipődet lerugod, az én partimra te nem totyogsz mindenfelé, érted? Ezt megsimogatod, te itt bejövöl. Mit hoztál? Ja, a fagyigépet, ugye ez a creamy. Aha. Ezt mindjárt megmutat. Kopogjál. Nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy kopogsz a videóba. Liften megyünk, nem vagyok egy lépcsős, nagyon rossz a térdem. Nézzek, te ide férhez kell jönnöd, anyukám, gondod egy szása. Nem megyünk a pincébe, ajtót becsukod. Millió az ő. Jó, nézzek ki, nézd, kifogytam ezt a csicska mellé, ne jön, ne foglalkozz semmivel. Lányok, minden a helyén van. Hát annyi ideges, hogy milyen lesz, hogy Jézusom. Várjál, már itt van, igen? Jó. Hol van? A beauty szekció megvan? Megcsináltátok, lányok, a beautyt? Jó. Itt van, ez egy nagyon jó termék. Van egy másik, ez. Ebbe az Anna Mari szerelmes, azt mondta, hogy ez a fej, ez mindent visz, ezzel pödöríti. Hát de nézd, ilyen jó ki. Ez is nagyon jó, ez kicsi, de ezt tudod, ez ilyen elforgatós fej. Ez a shark, ez mindent tud. Lányok, hogy állunk? Olyan ideges vagyok, minden. Fölállt már a parti? Nagyon csúszik a catering. Ebbe pizzát sütünk, ha jól tudom. Várjál már, nincseskodjál itt befelé. Oda nézd. Jó pizza. Minden megvan, lányok, olyan ideges vagyok. Terítsetek, hát vendégeket várok. Te, olyan nehéz ez a parti adás. Nem tudod elképzelni. Mikor az ember partizál, itt van, nézzel, nincs a sár. A DJ fölállt már, nem tudom. Jézusom, várja, nem tudok kimenni. Hol a cipőm? Nincs cipőm, várja. Nézze, a balaja, mi? Várja, oda, igen, igen. Egy igazi partit fogok adni. Te olyan leszek ma, mint a Samantha Ewing, érted? South Forkba vagyunk, mondanom se kell. Várja, ez cicska hideg. Most megnézem, hogy ott mi történik, igen. Ezen a részen mi folyik. Lányok, igyekezzünk, mindjárt itt van nekem mindenki, várjál már. Én már modellbe vagyok. Igen, ebben mi van? Nézd csak meg, üres vagy tele van? Direkt van a ninja hűtőládám is, érted? Ezt is beokíztam, porszívód, be nekem kosz, ne legyen, ragyogjon minden, mint a szalamonöke. Igen, italok kész, pizzasütő megvan, kint lesz a hamburger készítés. Figyelj, mindjárt össze fogok dobni neked egy olyan Cilla juice-t, olyan healthy zöldbe leszel, hogy te megőrülsz, megvadulsz egy pillanat alatt. Na, most mutassad, mert az Úr Jézus áldjon meg érte, hogy sikerüljön nekem a juice. Igen, és elindítod nekem? Igen. Igen? Lássuk majd, aha.
Mangó, banán. Mangó, banán, lápnya, lány, gyömbér. Na nyukám, kertbe te nem megy el ki. Csak az utcai cipőd, de tiszta rendes ház. Na hülyeskedjél már, hát be akarok ide költözni, érted? Itt akarok napozgatni. Vízbe nem esik be a kedves vendég, mert most itt megnézd meg, wood fire. Hogy működik? Ja, nyitod. Mert miért lerántom anyukám minden az egészet. Ez a hamburger sütőnk. Tudod? Ez a ninjas hamburger sütő, és akkor van benne, azt hiszem, ilyen, mi ez? Wood fire pels. Jó, hát akkor ebbe készül a hambi. Ez is megvan. Látod, ez már European. Mert tudod, az amerikai dugó nem ilyen, ez már European. Igen, különböző ízettisítés van. Jó. Jöztök tovább, vízbe nem pottyansz be. Teraszon minden rendben van nekem? Vannak melegítők, jó? Na, hogy állunk, drága követő rajongó. Én nem tudom, mit fogok ebbe belefektetni, de majd lehet, hogy az olivért, érted? Nézzem, ott van a olivért. Ez egy Budapest olivért, érted? És öt ide beleteszem a Treasure Swap-be. Most már, hogy állunk? Már szépen áll föl anyukám, a buli, olyan ideges vagyok. A pizzás kani, nézd meg, add food, azt mondja, press start, nincs, ez már, nézzek, micsoda izé lapon főzi a pizzát, hát te megőrülsz, megvadulsz, jó, tésztát gyúrjátok, igen, minden rendben van, alles muss in Ordnung sein, mi készül el, nézd, ja? Dikaszeszesittal! Dikaszeszesittal! Ellenőrzöm, hogy milyen úgy lesz a party. Úgy volt, hogy te keversz valamit. Én keverek, tudom. Oh, la la, le prosecco, du champagne, jó? Ellenőrzöm, érted? Le kell, ezt be kell kapcsolni. Le kell ellenőriznem, hogy érted, minden rendben van. Zene, buli, jó hangulat. Odafigyelsz, igen. Mi szül itt, hagyd nézzem meg, ti urak, ti vesz, ebek, hát ne éljen, Eduard. Azt mondja, ez is működik, ezek nagyon jó. Ja, üres, jó pofa vagy, és ez 180 fokon süt valamit, semmit. Anya úristen, mi a, ez a levegőt fűt, és ebben mi van? Tészta készül, csukd be az ajtót, Tila. Lehet, hogy kikapcsolt. Várjál. Jézusom, valamit megnyomtam. Taka. Igen, és akkor itt van a DJ 2. A DJ 2 itt van, várjál? Kicsit nyitva hagyom, de most jó, minden jól alakul. Shark Ninja Party-t csinál a Cilla. Na, milyen a piám, amit nem én keve? Te, ez kék. Ez tonic. Képzeld el. Ez tonic? Ez tonic. Főzünk együtt? Mit szeretném főzni? Burgert, bármit én... Taníts meg, így akarok én is sózni, érted? Így. Ilyen, csak nincs ilyen, álkarom. Álkarom se. Kérsz egy konyhát? Kérsz, Delizio. Ez mi? Ez gin? Nem. What is this? Vodka? Tomi. Nem, ebben van pia. Lehet, hogy vodka. Bombay gin van benne. Bombay, azért nem kóstoltam még meg. Kóstold meg, mert nagyon jó. Tehát van stílus. Na, te egy bárpult is van, el tudod képzelni. Várjál, már jövök be a bárpult. Tessék, mit adhatok? Azt mondja, nézek. Shark Ninja. Kérdés, vörösbor. Másik kérdés, sár. Mi ez? Mi van itt erre? Narancs, ez valami játék lesz. Várjál, akarsz velem ketchup? Valamit játszunk, majd milyen megkérdezek itt egy kis hozzátartónkát, hogy mégis mit akar velem játszani a morális köröttöken belül, kapaszkodjál. Itt mi fog történni, angyalos virág? De mit, a golyókat? Itt ilyen rejtett piszkok vannak alul, akkor azokat kell felfartni. Aha, igen, és én fogom magam itt egy nyomás, igen. Ugye? Aha, hallod, ahogy? Jaj, de oda! Nézd meg! Nézd meg! Azt hiszed, hogy a kislányám mondott igazat, hogy hát akkor jól szív a kisasszonka, nézd oda! Köszönöm szépen, hogy Jóisten megáldjon tégedet, érted? Az Úr Jézus megáldjon, majd megyek tovább, hogy még mit történnek, érted? Smoothie-t lehet készíteni.
Igazából 5 darab hozzávalót kell így véletlenszerűen választani. Mondjuk azt mondom, hogy avokádó. Mondjuk azt. Akkor mondjuk itt azt mondom, hogy mandulatej. Itt egy bazsalikom. Itt egy kokuszvíz, és innen húzok alulról egy zöld teát. Ez nagyon ilyen folyadékközpontú lesz, de ez aztán fel van sorakoztatva az összes hozzávaló. És akkor itt van a zöld teám, ott van a kokuszvízünk, a kék dobozos, igen. Itt a mandulatejet találjuk. A mandulatej, chili, málna, ez tejföl, vagy nem tudom, mi ebbe, jó. Jogurt, tarfiat. És akkor te ebbe a kicsibe elkészít, hát fantasztikus. Jó, itt akkor ez készül. Jó, ezt is tudom. Na, anyukám, összelögtem a partit. Ja, hogy azért üldögélnek itt kint, mert hogy van melegítő. Ja, hát akkor nem. Nézd meg, monsieur. Aha, jó. A hangulat, meg kell teremteni a hangulatot, nézd meg, hát mit tudom, a hangulatot teremtettél a... Mit nyomkodsz, Muci? Hát állj, te csak sózzál így, te úgy sózzál. Vagy így. Vagy... Amúgy tudom, hogy az is jó. Pizzát? Van benne kemence. Van, lehet ebben pizzát? Nem. Nem, ebben, nem. Andi. Vegyétek újra, hát olyan helyzetbe hoz engem ez a kislány, hogy nem igaz. Jaj, csak énekelj! Akkor egy mini pizza! Mini pizza lehet! Jó, akkor bemegyünk? Pizza? Bemegyünk. Pizza. 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 Gyere, menjünk pizza. Én is mehetek? Elnézést, jó. Andi, megtanítalak pizzát sütni, érted? Markolj meg egy piátahoz. Várj, Jézusom, lakatos úr is itt van, anyukám, olyan millió az ügy, várja. Kislány lemaradt? Elhagyta a fogát az Andi. De nem tette még be? Jézusom, üzd meg a szád, várjál már. Kivetted a fogsorod, angyal? Kivettem a... És akkor már nem vagy pössze? Jó, de? Mert nekem így nyomtam mindig. Tudom, hogy nyomtam mindig, és pössze voltam. Tudod? Hát ez óriási. Jó ide már, én befeküdtem. Óvatosan el ne dobd a poharakat, aranykertem, nézd meg. Hát jó. A millió az ügy. Millió az ügy. De, ó, lala. Attenció! Az a baj, hogy neked hoztam egy kis pezsgőt, champagne, de elfutottál. És nem volt több. A la notre santé, I mean chin chin. Nézd meg! Karika gyűrű ragyog hat a kezén, lesz maga just is a zenéd. Az igen. Csinálunk egy pizzát? Csináljunk, gyere! Én mindent videózok, Andréát fogom befogni erre a dologra. Tartsd a vonalat. De tényleg ezt komolyan is gondoljuk, szóval egy filmeknek közben. Ahhoz ez a mondathoz tényleg azt szeretnénk hozzáfűzni, hogy a teljes termékfejlesztési csapat az minden egyes szabát ennek a mondatnak komolyan gondolja. Szóval nem igazán szeretnénk olyan termékeket kirakni a piacra, ami valami nem stimmel, amivel valami nem stimmel ebben a mondatban. Ha ez nem minden ember, ha ez nem minden nap, ha ez nem minden otthon van, akkor ez nem jó. És hogyha főleg a negatív hatással van, akkor aztán meg főleg a nekünk. Nincs, ezt szeretnék képviselni. A világon és a magyar piacon. Welcome to the world of Shark Ninja. We're engineers, developers, and students, sparking a wave of consumer demand felt across the globe. We see problems others can't and solve them with innovative, durable, accessible products. Inside and out. Jó, tapsolnak.
jönnek ki az igazra. Szeretném a nagy nemzetközi nagyköveteink mellett bemutatni azt az kiváló nagykövetet itt Magyarországon, akikkel hosszú távú együttműködésre tudtunk, vagy hosszú távú együttműködésre tudtunk megállapodni. Kajdi Csabát szerintem nem kell bemutatni. Várjál, hogy én vagyok. Jó napot kívánok! Én megtudtam itt a prezentációt, nem Fónert Petsz, hanem Fónert Ferenc egy hivatalosnél, úgyhogy ővel is együtt fogunk működni, és köszönjük! Te őket ne beszélzek, csak lebeszélszel! Őket nem beszélzed! Ebben az illusztrus társaságban köszönhetjük Tóth Andit is! Andreát! Andreát! Konyhai vonalon elsősorban, de minden más területen Névad Olivérre is szeretnék egy nagyon-nagyon tartalmas együtt. Csingiszt is szeretném, de Olivérre is együtt fogunk működni. Csingi, kezdte. És itt ma este tényleg csak a Magyarország Sir David Beckham főinfluencer nagyköveteinket mutatjuk be a nagy nemzetközi társaság után, de ugyanilyen illusztris társaságot fogunk mind Szlovákiában, mind Csehországban a Sajfundzsa mögé állítani, és azt gondolom, hogy ez egyfajta... Húzol neked ötöt, utána te húzol nekem megint ötöt, nem értettem a játékszabályokat, nem voltak letisztázott, de most már értem, világ. Öt darab. Jó. Csúcs. Jézusom, igen. Jó. Jaj, de jó. Szociáltunk. Az is jó. Igen. Egyet húzzál nekem te. Akkor én innen húzok. Very interesting, it is gonna be. Na most a kishölgynek odaadom, hogy ezt a csak készítse mi végát. Mondd, hogy mi van benne. Szóval biztos, hogy van benne. Jó, akkor ezt már oda is tudom adni neked. Áfonyom? It's yours. Igen? Már csak három darab ingredient kell kitalálni. Szerintem van benne te a... Szeretettel köszöntelek, van benne zöld tea. Már csak kettő ingredient. Itt nagyon nézeget minden. Tofu? Az nincs benne. Bab? Nem igaz, hogy kitaláltad. A bab is a tied. Na még mi? Ez egy domináns íz. Alma. Az? Neked ez tényleg szakma. De hallom. Fantasztikus. Ezeket hogy sikerül? Ezeket választottad. Na taka. Ne haragudjál már, húzd egy kártyát, tehát... Tényleg, igen. Jó. Narancslé. Ott a narancslé. Rázd föl. Még nézd a kis hölgyföl. De te öntöd rá, mindent te csinálsz. Te locsolod ki, és te porszívózod ki. Leszel olyan kell. Álljunk el, ma kanival már takarítatok. Elég annyi, nézzek, hát ez önti. Igen, ott a narancslé. És akkor, nézd, elkapod a kis haszonka, majd ott segít neked, a nagy fejeset kapod, mert te leúrtad narancslével, nem finomkodtál. Nézd oda, jaj, nézd, itt van a kis haszonkája. Nézd, jól látni, ahogy takarít. Persze, hogy hívják az uradat? Marci. Nézd, a Marcival. Most takarít. Így van. Egyen, de szép ember, szépen pocsívolta, csinálja, de ezt a szakon. Marci, neked ez nagyon jó. Nagyon. Nézd, ott a tartályba megy minden bele. Látod? Igen. És ebben van egy tisztító folyadék, azt kell tudnod. Ez tökéletes. Ennek ott kell lekapcsolni. Jó, ez kicsit jó. Jó. Nem, de nézd meg. Fogja, potázd meg, majd ér. Nem, jó. Tökéletesen meg. Nézzel, hát. Tudod? Jöhetsz hozzám, csak nem öntesz ki semmit, nyugi.
kilőtt jaj, nézd, ezt kapott karácsonyra, látod a kis negyedtől, nézd oda. Követő rajong anyukám, én már mindent kitakarítottam. Te ez a gép, ez olyan pupos, ez olyan jó, te megőrülsz, megvadulsz. De most már zárom a bulit, anyukám, most már mindenkitől kérdezem, hogy már mondtam, Marika, kezdj el ágyazni, Pistáik már mennek, és már lökök ki mindenkit, érted a lakásból, érted? Most mondtad, rendet akarok, lenyugodni. Gyere, drága szívem, nyugodtan, kám. Várja mindenki, hogy jó, az is megvan, leszámolom, átszámolom, maradt-e, pizza, tazza, vonalat, jó, a blinderek, tiszták ezeket, jó, az is el van mosva, jó, pizzasütő elkészült, hogy állunk, tartod a vonalat, várjál már, mert hogy állok időben, mindent meg, nézd meg, hát ezek mindent meg, itt a folyam, olyan sokban van nekem ez a vendégség, hogy nem tudod elkezdeni, mint a bárhúzot még megnézem, tartod a vonalat. Rend legyen, oké, okay. Gyorsan még várjál, még én átfeladok a porszívóval egy pillanat alatt, nekem ne legyen gond, igen, várjál, rálépés megy, gyorsan átfutok itt a porszívóval, hogy befejezzük a bulit. Ez a legjobb édesem, ez a lényeg a sarknak, hogy megkönnyíti az életedet, tudod? Szépen itt átfeladunk mindenen, rend van, alles müssen organizing, és kész. Jó, akkor ez a lakás, te, ennek vagyok a rabja, egy szőnyeget, és átfutok a szőnyegen. Intelligens fejű, hogy már érzékeli őtet, érted, hogy mi a feladat. Jó, szarkos Cilla, már annyi porszívóval porszívóztam, nézd meg, ez hány felé mozog. Jó, igen, még jó, hogy nem hoztam a Grizeldát, ez fodrásznál volt, szépült szájét aka. Nézd, a Balázs van a hátam mögött, igyekszik, így érted? Mert megyünk a kislányt meglátogatni, a nem átalakító műtéten volt, érted? És most már a Grizeldából Grisa lett egy pillanat alatt. De közben Anna Mária idegben van, mert Párizsi millió az ügy. De látod, és most megnézzük a Grizit. Gyere, tartsál már egy pillanatra. Várj, Anna Mária beszél valakivel. A fonszer. Nézd, Grizelda, túl vagy a nem átalakító műtéteden? Anna Mari elvitt tégedet? Tehát a követő rajongó Grizeldából Grisa lett a mai nap folyamán, nézd, és most még be van kábítózva. Te, Anna Mari bekábítózta, érted? Dr. Krausz Ferencer. És gyönyörű, ivartalanították a kislányt, hogy nem, nincs baba, nincs gyermekáldás, érted? És most, és Sanyikás ruhában van, láthatod, én meg anyukám a lavhújulav, poltiszörbe, és megyünk le a Szombathelyre, de Grizi, most össze kell kaparni majd magad, te még kis sütyiba vagy? Sóhajtos? Nagy sóhajtásban is vagy? Éd, és ott van, ott megműtötték a gyönyörű testét. Mit mondott a Ferenc? Marika? Figyelj, nem hallja. Anna Mária? Igen. Mit mondott a Ferenc, a doktor? Az, hogy ma este kell még a izét nyugtat, vagy a fájdalomcsillapítót adni, meg holnap. Igen. És vasárnap elvileg már nem fog fájni neki, de ha mégis, akkor adott még egy adagot. Tehát akkor fájdalomcsillapítót szed a kislány. Igen, igen, de utána vasárnap után már nem kell semmi, mert tökéletesen egészséges. És életében most ilyen nyugodt először és utoljára, soha többet, mert utána meg már megint az őrjöngés el fogja kezdeni. Elkezded a működésedet, Grizelda? De már Grisaként, te már Grisa leszel. Követő rajon, nézzek? Nézzek, én napszemekben vagyok, anyukám, a Darvas Iván, érted? Már csak egy ilyen sötétítőben vagyok, érted? De a Hajdú Jánosban. Figyelj, de most már itt vagyunk a Szombathelyi poposításon. Most nem jöttek el. Most mondd meg, anyukám, a lélek nincsen, hát egészen oda vagyok. Halló, hol vannak? Elnézést, nem tetszik megismerni? Hát engem hívtak ide, hogy föllépni, érted? Ember nem jött el, érted? Tehát az a Szombathely azt volt rám, Szavária Taka. Nem, egyébként most hány óra van, mivel nincs órám? Most fél hét. Fél hét van, hétkor kezdünk a Nikla. Megőrülsz, megvadulsz, jönnek majd. Össze kell asznunk a tenyerüket, az a feladat, majd mondom már. A kis közönségnek, Cilla, majd milyen beengedem, mindenkit, azt mondom, rongyolok ki. Jézusom, várjál már, jönnek, Taka!
anyukám, és majd azt fogom kérni tőlük, hogy azd össze a tenyeredet, érted, ahogy a Traviaszonka is mondta annak idején, még az alibi bárba. Várjál, millió az ügy, millió az ügy. Nézzek, hogy röhög az első sor. Ugye ide, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és remélem, hogy jaj, de Jézusom is megadták. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Ha nagyon untátok, akkor többet ne gyertek ilyen előadásra, de remélem, hogy mindenki élvezte. Próbáljál vastagot csinálni, hangolom a másikra. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kérlek, várjál, meg kell fordulnom. Oda. Várjál, fölgyújták a lámpát, nem neked vagyok hátra. De várjál, mit is lehetettem, hogy tudod.